Fekete kömény, Nigella sativa fogyasztó hatása. A fekete köménynek, más szóval Nigella sativa vagy fekete mag igazából nincs köze a köményhez. A boglárkák családjába tartozik, nem a répa családjába. A fekete köményt az indiai és közel-keleti konyhában rendszeresen használják, íze a borsra emlékeztet. Ezen felül az állítólagos gyógyhatásáért is sokat dicséri. Csodafűként emlegetik. Az elnevezés pedig egészen az Ószövetségből ered. Tutanhamon fáraó sírjában is akadtak fekete köményre. Mohamed prófétát idézve pedig kijelenthető, hogy a halál kivételével minden betegséget képes meggyógyítani. Viszont csak az utóbbi 50 évben próbálták kísérlettel igazolni, azóta viszont több mint 1000 cikket hoztak nyilvánosságra orvosi folyóiratokban. A kísérletekben használt általános adag napi 1-2 gram volt, ami pedig körülbelül egy negyed teáskanál. Ez lehetővé tette randomizált, duplavak, placebo kontrollált kísérletek elvégzését, a porrá őrölt fűszert ugyanis könnyű volt kapszulába préselni kivonatok vagy hatóanyagok használata helyett. A randomizált kontrollált kísérletek módszeres vizsgálata és meta-analízise rámutatott, hogy a fekete kömény napi fogyasztása jelentősen javítja a koleszterin és triglicerid szintet, a vérnyomást és a vércukorszintet. Néhány eredmény egészen rendkívüli volt. Például az egyik tanulmány szerint azok a nők, akik a klímax után napi 1 gram, ami kevesebb, mint egy negyed teáskanálnyi fekete köményt fogyasztottak, 27%-kal csökkentették a koleszterin szintjüket 2 hónapon belül, ami nagyságrendekkel hatásosabb, mint a placebo. Hasonló eredmény statin gyógyszerektől szokás elvárni, de ebben az esetben egy csipetnyi egyszerű fűszer is megfelel. A fekete kömény a menopauza tüneteivel szenvedőket is segítheti, persze véglegesen nem gyógyít, egy hónappal a fűszer elhagyása után a koleszterin szint lassan ismét emelkedni kezdett. Azonban úgy tűnik, a fűszer olcsó, biztonságos, hatékony és finom is, ha szereted a pikáns ételeket. Kezelést biztos néhány nagy rizikójú betegség ellen. És mik a mellékhatások? Étvágytalanság és súlyvesztés. Nagyszerű! A legutóbbi randomizált, kontrollált súlyvesztésről szóló tanulmányok módszeres vizsgálata szerint egy negyed teáskanálnyi őrült fekete kömény napi fogyasztása látszólag súlyvesztés eredményez néhány hónapon belül. Ha tényleg ekkora hatással van az egészség ennyi oldalára, hogy nem hallunk róla többet? Miért nem tanították az orvosin? Talán mert pénzügyileg nem éri meg. A fekete kömény nem más, mint egy átlagos, természetes fűszer. A legtöbb tanulmányban használt napi adag nagyjából 3 centbe kerülne. A részvényeseket nem fogja érdekelni egy olyan anyag, amely napi 3 centbe kerül, és még szabadalmaztatni se lehet. Az én családomban minden nap megtalálható az étrendem. Tölts meg egy borsdarálót fekete köménnyel, és hagyd a közelben a konyhaasztalon. Szórd meg vele a tányérod, mintha csak bors lenne. Egyszerű és isteni finom.